Na már most ugye ezek szerint a tartif ma este meg? Igen. Szöveget se tudom. Ez direktor úr, beugrásnak számít, mondják meg. Érdemes ezt nekem vállalni? Az Imposztor a Jászai Mari Színház színpadán. Spiró György drámája Lengyelországban játszódik. A színészek a Tartuffe premierjére készülnek. A főszerepet az egyik legünnepeltebb lengyel művész játsza. Boguszlavszki érkezése azonban alaposan felkavarja a kisvidéki társulat, így a feltörekvő fiatal színész Damze mindennapjait is. Ez van egy kicsikét megcsavarva itt ugye az Imposztorban, hogy jön egy nagy színész, felismeri a helyzetet, valójában véve begyűjti az információkat, és hát ugye róla köztudott is, ráadásul ez is elhangzik a darabban, hogy ő egy ilyen nagynevű, nagytudású színművész, egy ünnepelt sztár, de azért eléggé balhés. Ha önre néztem a halandó földi bájban, a természet örök teremtőjét csodáltam. Különösen a fordítás tetszik. Spiró Major Tamásról mintázta Boguszlavszki figuráját, aki a budapesti Katona József Színházban nem sokkal halála előtt el is játszotta a főszerepet. Tatabányán Fodor Tamás bújik a mesterbőrébe, akire Kaminska kisasszony úgy tekint, mint lehetséges kiútra a vidéki színész élet szürkeségéből. Beszélni akartam önnel, uram, titokban. Jó, hogy most a helyen tárgyalhatok. Nyugodtan. Itt egy adott politikai helyzetben, adott gazdasági helyzetben a túlélésért küzd egy kis csapat, ahol ki lehet mondani mondatokat, vagy tilos kimondani mondatokat, a vallásról nem beszélünk, és hogy ki hogy viszonyul ezekhez a játékszabályokhoz, hogy mennyire akar túlélni, vagy már minden mindegy alapon beszél. Úgyhogy igen, ezért könnyű válaszolni a kérdésre, mert rólunk írják. Tehát igen, kicsinyes megalkó emberekről. Az Imposztort legközelebb december 30-án a Fedák Bérlet közönsége láthatja a Jászai Mari Színház nagy színpadán. Karakok!